Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk Gyömrő vasútállomáson. Ez egyébként a újszászi vonalon található. Tulajdonképpen előváros, illetve ugye mondhatni Sűsápig, ugye az a zóna határ, addig egy elővárosi forgalom van rajta. Hát igazából nem igazán nagyon tudom, hogy határozzuk meg az elővárosi határt, de én azt gondolom, hogy pont Sűsápnál, ahogy mondjuk a Ceglédi vonalon, én mondjuk Monornál húznám meg ezt a határt. Onnantól kezdve, ahol úgymond már a zónázók teljesítenek szolgálatot, én ezt nem hívnám elővárosi résznek, de aztán lehet, hogy ebben tévedek, de nem azért jöttem, hogy ezt a fantasztikus gyömrői állomást megmutassam, ami egyébként, hát nem mondom, hogy pusztulat, de nem is férne bele a mávos Instagram oldalra, úgy érzem. Nem itt fogják fotózni majd a kiszt. De a lényeg az igazából, hogy nem azért jöttem, hogy ezt a gyömrői állomást megmutassam nektek, hanem itt Gyömrön van egy nem állomásként, hanem megállóhelyként funkcionált valamikor. Szóval egy elhagyott megállóhely, aminek hát nem csak úgy van jelentősége, vagy illetve úgy érdekes, hogy oda megyünk, aztán mutatom a vágányokat, és na itt volt, hanem konkrétan még az épület is megvan, legalábbis legjobb tudomásom szerint. A vasútállomások.hu azt írta, hogy az 1948-as menetrendben még benne van, ami hát igazából igaz is egyébként, tehát tévedések nem mondanám ezt az állítást. Viszont félrevezető, mert ebből azt gondolhatnád, hogy akkor gondolod te, hogy a 48-as menetrendi könyvig szerepelt benne. De ez nem igaz. No, ez volt az úgynevezett Gyömrő tófürdő megállóhely, ami, mint mondtam, hogy a 47-es, 48-as menetrendi könyvre hivatkozik a vasútállomások.hu. Valóban nem téved, hiszen valóban benne volt a 47-es, 48-asba, de utána egészen benne volt a 72-es, 72-73-asig, úgyhogy aktív megállóhely volt még jó sokáig. És ez biztos, egy bácsika írta is ott a vasútállomások.hu-n, hogy hát neki a gyerekkorának aktív része volt ez a megállóhely, rengeteget szállt itt fel, illetve le, meg volt itt valami kisbolt, és mindig megajándékozta, mikor ott szállt fel a megállóval, mindig megajándékozta a boltos egy cukorkával, szóval így mesélt egy pár dolgot, és így tök jó volt ezt így olvasni. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni igazából, majd mutatok természetesen az épületről régi képet, meg hát mindjárt megmutatom nektek, hogy néz ki most, én már látom. Mondom, ja, azt nem mondtam, nincs messze, konkrétan kilométeren belül van a mai gyömrői állomástól ez a régi megállóhely. No, itt van az épület, ez nagyon durva egyébként, hogy mennyit változott a régi képhez képest, ami, hát sajnos itt dátum nem nagyon van, ahogy látom. Majd úgyis bevágom nektek, csak mielőtt bevágom nektek, így meg akarom mutogatni, hogy mi az, ami változott. Például itt oldalt az ablak az valóban ott volt régen is, de itt fölül volt egy ilyen fa ajtószerű történet, ez valami padlás ajtó lehetett ott, itt fent az ablak fölött, itt az oldalablak fölött. Igen, itt volt egy ajtó, ahol most nincsen semmi, azon az üres részen. Nem volt ennyi ablak például, és ott is volt egy ajtó, és ez a kiugró rész, az sem volt a régi épületen. Itt volt egy ilyen esőbeálló, és itt volt maga a peron. Itt volt a peron. És szerintem a régi képeken, bár ez annyira nem, de kivehető, itt abszolút nem volt például út. Ami most itt van, út, most megy át az autó, az nem volt, és helyette egy kis épület volt ott. Igen. És az esőbeállóról, úgymond arról jött a tábla, és az volt a gyömrő tófürdő. Egyébként nem tudjátok meg, most már ezt nem vágom ki, de tudjátok, hogy hányszor rontottam el, hogy Gyömrőt gyomrónak hívom. Úgyhogy ez nem tudom, miért ragad bennem ez a dolog. Na, most megmutatom nektek a képet, tehát így néz ki most, és így nézett ki régen. No, átjöttem ide a túloldalra, itt vagyunk tulajdonképpen, hát valahol itt volt a peron, konkrétan. De hogy mi történt az épülettel, illetve milyen további sorsa volt, amikor már megszűnt, mint megállóhely, azt igazán nem tudom.
Azt nem tudom, mert átalakult, tehát ugye láthattátok a régi képet, higgyetek el, ez az az épület. Azért, hogyha tüzetesen megnézitek, akkor lehet látni, hogy az alapok azok azért megmaradtak. Itt volt valahol a peron, ahol most sétálgatunk, és ahogy láttam, itt volt valami ajtó, itt. Itt volt valami tábla, de hát elég rendezetlen bent a kert, ugye tipikus vasutas kerítés mindenfele. És igazából ennyi, de láthatjátok, hogy tulajdonképpen annyit nem jöttünk el Gyömrő állomástól, hogy hát mondhatni a kijáraton vagyunk, sőt itt van a, ugye a tolatási határ tábla, ami ugye azt jelenti, hogy tolatási mozgást idáig lehet végezni, kivéve hogyha a következő állomásnak a szolgálattevője tud és engedélyezi azt, hogy a tolatás ennél tovább történjen meg. Ugye ez jelenleg Mende lenne, ami 2 kilométerre van innen, tehát 2 kilométer múlva van a következő állomás, és az Mende mögöttünk meg a állomás, igen, nem, a Maglód, igen, Maglód az állomás, úgyhogy mögöttünk Maglód. Aha, és majd most fog jönni szerintem a flörtöcske, ami megy a keletibe. Azt hiszem most a kelet. Igen, most van a kelet is. De az nem flört lesz. Az nem bizony, felvesszük. Hát mondjuk ezt jobb lenne kamerával felvenni, nem a radlátószöggel, de most már nem variálok. Most valahogy rákattantam megint a GoPro minőségre, illetve GoPro látószögre. Ó, az egy fecske lesz. Azt mindig érdemes felvenni, mert ki tudja, meddig láthatjuk itt a elővárosba. No, és megnézzük innen hátulról is. Így fest. Így fest hátulról az épület. És itt van egy ilyen kis külön rész, itt volt a WC, gondolom. Még van kinti csap is. Meg szép kert lehetett, az például egy szőlőlugas. De hát... az biztos, hogy ezt már nem tartják itt karban. Nem hiszem, hogy itt valaki él. Ezt erősen kétlem. Kócán puszta, illetve ez a régi tófürdői megállóhely volt az, aminek az összevonásával létrejött az az állomás, amit ma úgy ismerünk, hogy Gyömrő vasútállomás, úgyhogy elég érdekes kis történet. No, és akkor szerintem le is zárom ezt a videót. Egyébként, mint láthatjátok, Gyömrő tulajdonképpen az állomási mi volt, tehát annak köszönheti, hogy itt van egy plusz vágány, amit hát így ránézve szerintem túl sűrű nem használhatnak. Nem tudom, biztos, hogy van, amikor ide félretesznek mondjuk tehervonatot, vagy nem tudom, de nem úgy tűnik, mintha olyan sűrűn koptatnák a sín koronáját, és itt van mögöttem Gyömrő. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, írjátok meg a véleményeteket, dobjatok egy hatalmas lájkot, diszlájkot úgyse tudtok, a YouTube elvette ezt a lehetőséget, illetve van ez a nem tetszik gomb, de annyit elárulok nektek, hogy az egy dolog, hogy ti nem látjátok annak az eredményét, de hogy én se, tehát nem igazán értem annak a miértjét, úgyhogy legyetek jók, sziasztok!